Hát szép estét kívánok mindenkinek, újra eltelt egy hét, heti értékelés szókimondóan, és persze hiteles információkat, akár a vírus, akár közélet, akár társadalmi problémák tekintetében a honlapomon, illetve itt a közösségi oldalon találhatnak, úgyhogy az a kérésem, hogy minél többeket segítsünk hiteles információkhoz jutni, osszák meg ezt a filmet, hisz bízom benne, hogy ezzel semmi rosszat nem tesznek. Térjünk rá a vírus helyzetre Hargita megyében. Az elmúlt napban, az elmúlt 24 órában megfordult a helyzet, most már 42 pozitív eset van, ellenben 100 hát negatív, vagyis 100-an meggyógyultak, és sajnos 2-en elhunytak. 43-an vannak a Csíkszeredai kórházban, 103-an a Székelyudvarhelyiben, 15-en a Gyergyószentmiklóson, tehát összesen most már csökkent a kórházi ellátottak száma is, tehát 161, és ebben a pillanatban 438-an vannak otthoni elkülönítésben, tehát nem igényelnek kórházi kezelést, de fertőzöttek, hordozói a vírusnak, és sajnos a halottak száma felment 182-re most már, illetve 4623 az összes eseteknek a száma. Gőzerővel zajlanak a tesztelések, 47.393 tesztelés van a megyében, az elmúlt 24 órában 279 volt, és ami a jó hír, remélem, hogy egy-két nap is zöld megye leszünk, hisz 1,52, tehát tudják, hogy ha lemegyünk 1,50 alá a 3000-re számolt elmúlt két heti esetek számát, akkor zöld megyévé válunk teljesen. És akkor ezért is majd kicsit később majd beszélek arról, hogy az iskola tekintetében mit javasolunk. Amit kell tudni még, hogy 43-as határozattal lett megállapítva jövő hétre, elkövetkező időszakra, hogy melyik településnek milyen a besorolása, tehát ahogy mondtam, csökkenő tendenciát mutatnak a Hargita megyei számok, és ezt köszönöm önöknek. És csökkent a piros besorolású települések száma is, tehát 15-ről 12-re. A zöldeket nem olvasom fel, mert nagyon sok, hál' Istennek. Aki sárga, december 2-áig a Szépvíz, Szentlélek, Csíkszereda, Bögöz, Okland, Parajt, Gyergyóremete, Székelyvarság és Zetalaka, illetve sárga december 10-éig Borszék, Gyergyóholló, Csíkkozmás, Keresztúr, Gyergyószentmiklós, Farkaslakasz, Székelyudvarhely és Csíkpálfalu. A piros településeink december 2-áig Szentábrahám, Bélbor, Felsőboldogfalva, Gyergyószárhegy, Csíkszentmihály, Galambfalva, Román Andrásfalva, Salamás és Gyergyóvárhegy. Igaz, nap voltam Szent Mihályon, és mondta a polgármester, hogy valószínűleg a Szent Mihályokat összekeverhette valaki a statisztikában, nálunk nincs senki sem, úgyhogy ez még valószínűleg fog tisztázódni. Illetve december 10-éig van Galócás, Újszékely, Maroshéviz. Németországból továbbra sem kell karanténba vonulni, tehát ott nem nőtt ugye a fertőzések száma. Többen kérdezték, hogy a december 6-ára hazajönnek, kell-e karanténba menni. Nem kell menni, hogyha kevesebb, mint 3 napra jönnek haza szavazni, és hoznak egy negatív tesztet a határnál. Ma is volt egy esetem, hogy sajnos elfelejtették hozni a tesztet, és most próbáljuk megoldani. Igaz, nem is Hargita megyei volt, aki feljött, hanem Maros megyei, hogy tud visszamenni, hisz egy halálesetre jött haza, és persze ilyenkor valószínűleg nem az az első dolgunk, hogy menjünk teszteltetni magunkat. Úgyhogy, de azért figyeljünk erre oda. A magas kockázati országok listája nem változott, tehát ugyanaz maradt, ami minket ugye többet szokott érdekelni, hogy Ausztria, Franciaország, Svájc, Lengyelország, Horvátország, Olaszország, Franciaország, Magyarország, Bulgária, Egyesült Államok, Dánia. Tehát ezek továbbra is ugyanazok maradtak, mint a korábban, amik voltak. Igen, aztán jöttek persze az elmúlt napokban is azok a megjegyzések, hogy hát senki sem hal bele a vírusba, az egész csak pénzmosás. Hát én már nagyon sok emberrel találkoztam, olyannal is találkoztam, aki elmondta, hogy neki a tüdején hogy próbálták megoldani. Tehát ez nem igaz. Ha valaki választásra jön haza, akkor nem kell karanténba menjen, nem igaz. Kell, ahogy mondtam, 3 napnál kevesebbre jönnek, és akkor nem kell, vagy pedig megfelelő kéréssel kell fordulni a közegészségügyi igazgatósághoz.
Persze az is felmerült az elmúlt időszakban, hogy a sürgősségi osztályokon elküldik az embereket, ami nem igaz. Ellenben, ha valakinek kicsi pici baja van, valószínűleg, hogy nem került gyorsan és azonnal kiszolgálásra. Persze sürgősségi orvosokból kevés van, ezen is dolgozunk, legyen minél több sürgősségi orvosunk. Egy másik dolog tehát a szokásos influenza oltás, tehát folyik az oltóanyagnak az osztása, bárki nem részesülhet benne. Én akartam vásárolni, de a szabad eladásban még mindig nem lehet kapni, ellenben felsorolom, hogy kik, tehát a 65 év feletti krónikus betegségben szenvedők kapják ezt meg, az állami intézményben lévő gyerekek és idősek, az egészségügyi személyzet, az áldott állapotban lévő nők, tehát hogy ők kapják meg az ingyenes általános influenza oltást, és ebből már 80%-át azt mondja a minisztérium kiosztotta. A kórház tekintetében, ami jó eredmény, újabb három fiatal orvos családnak tudtunk átadni a megyei sürgősségi kórház szomszédságában, így körülbelül arra felé mutatok lakást. Máskor megint most a lányaim szobájában vagyok, de bízom benne, ez önöket nem zavarja. És persze dolgozunk a fiatal orvosokért, szeretnénk 100 lakást építeni, illetve tennap volt pont egy gyűlésünk, hogy ebb, hogy befejezzük az újabb orvosi lakás építését a szomszédba, és elkezdjük a hatodikot rövidesen, tehát ezt beszéltük meg. Az ilyen 4 lakrészes lesz, de a 100 az a Nagylai dombján, ahhoz is pedig elkezdtük a dokumentáció előkészítését. És persze beszéljünk Székudvarhelyről is, ott is konténer kórház bővítésben dolgoznak, a fertőző részleg mellett egy 15 helyes alakítanak ki, oxigénellátással, úgyhogy a Székudvari Kórház is halad előre, köszönet és gratuláció nekik is. Gyergyósz Miklóson egy jótékonysági program indult el az adventben, együtt egymásért. November 29 és december 20 között lehet a Schlager Centerben, a Bucsin negyedi BB Market üzletben és a Főtéri Kordiál üzletben elhelyezni tartós élelmiszereket. Tehát tartós élelmiszer, tehát amelyik ilyen napi, azt ne vigyék. A vírus tekintetében az oltás ügye, tehát Románia átutalta Brüsszelnek az első részleget, és bízunk benne, hogy rövidesen meg lesz, és egy kicsit fel fogunk tudni szabadulni. A vírus tekintetében tényleg én csak azt tudom mondani, hogy nagyon rossz döntéseket hoznak Bukarestben is, már csak ezért is el kell menni december 6-án szavazni, hogy össze-vissza ne játszódjanak a mi életünkkel, a gyerekeink életével, de erről mondtam, mindjárt később fog még beszélgetni. És ajánlom azokat az interjúkat, amelyek elkészültek itt a Maszol, készített Szent Zsorzán doktor úrral, egy interjút itt majd kommentbe be fogom tenni, és nagyon fontos dolgokat lehet megtudni a vírus tekintetében. A megyei tanács, illetve a munkánkat érintő kérdések ügyében ezt szeretném mondani, hogy a 137-es út ügye, tehát gondolom Kerekesed itt már itt van, és nagyon sokan Kányád, Dálya, Petek, Ége, Városfalva, Jásfalva, Ócfalva részéről. Szerdán ott leszek reggel, tehát szerdán találkozunk reggel, részletesen beszámolok mindenről, tesszük a dolgunkat, és őszintén tesszük. Én nem szépítem a dolgokat. Ha időnként nem azt mondom, amit szeretnének hallani, az azért van, mert a valóság más, de azt jó tudni és jó megbeszélni. Úgyhogy szerda reggel találkozunk. Okay? A Kovács Péter Balánbánya tervezés most zajlik egészben, az egész értékeljük ki. Hál' Istennek 9 jelenkező van, és Dánfalvától Karcfalva, Szent Tamás, Szent Domokos, Kovács Péter, Balánbánya, Kovács Péter és egész a 4-es kilométerig egy nagyon profi útunk lesz, ahol biciklizhető sávot lehet kiépíteni, azt is ki fogjuk építeni, tehát egy fantasztikus utat fogunk építeni, és bízom benne, hogy tudunk kapni Európai Uniós forrást. Ezért is el kell menni december 6-án szavazni, mert kevés az Európai Uniós forrás, ami ebben a pillanatban rendelkezésre áll, megyei utakra, ezeknek a számát növelni kell.
Ugyancsak a héten még egyet kellett igazítsunk a megyei tanács hivatalán, még csökkentettük két személye, illetve egy vezérigazgatóságot visszafokoztunk igazgatósággá. Pont azért a racionalitás érdekében egy kicsit még láttunk olyan kihívást, amit jobban meg lehet tenni, rugalmas, gyors mozgású, eredményesen dolgozó hivatalt építünk, és így a mandátum elején én köszönöm a tanácsos kollégáknak. Persze van egy kollégám, aki a gyűlésen hallgat, utána a Facebookon kommentel, de hát az ő lelke. Ezért is kapott annyi szavazatot, amennyit kapott, de hát én nem haragszok rá. Ahogy szokták mondani, a búza között van más is. A héten jó volt Borsod-Abaúj-Zemplén megye elnökével beszélni, turizmusról beszéltük, ajánlottuk a mi síparadicsomainkat, hisz Csomafalvától Varságig és a Madarasi Hargitától Hargitafürdőig sok lehetőségünk lesz. Láthattuk, hogy tőlük nyugatabbra lezárják a sípályákat. Ha itt ez nem történik meg, akkor biztos, hogy egy nagyon eredményes téli turizmust tudunk megvalósítani. Úgyhogy erről is beszélgettünk, illetve kértem és kérem a magyarországi követőket, akinek van érvényes útlevele, személyigazolvány, december 6-án a külképviseleteken vegyen részt és adja le a voksát. Ugyancsak a héten egy jó történet, és annyira büszke vagyok erre, hogy a épített örökséget foglalkozunk. Nem tudom, hány megyéről tudnak még, aki foglalkozik ilyen mélységében a műemlékekkel, a régészettel, a kutatásokkal, a múltunknak a feltárásával, a történelemkönyveknek a kiadásával, a szimbólumos munkacsoportnak a működtetésével, illetve gondolva az új nemzedékre is, hát új modern székelyházaknak a terveivel, a faluképnek a védelmével, hogy ne ilyen mindenféle kukvilla házakkal és acél és réz és bronz és mindennek az egyvelegével roncsuk el azt, amit az őseink ránk hagytak, hanem tudatosan építkezzünk. Úgyhogy bemutattuk a két honlapunkat, az építetörökség.ro és a székelyföld-360.ro. Ajánlom önöknek, be fogom tenni a kommentbe is. Mielőtt építkezünk, ajánlom ezeket az oldalakat nézzék meg. És hát persze a hét egyik legfontosabb témája volt a medve. Nem igaz, nem hagytunk abban a medve kérdésnek. Nem hagytunk abban, és folytatjuk vele a dolgot. Három eseményt tudok beszámolni. Az egyik volt az, amikor erről tartottunk egy brüsszeli eseményt, persze online térben. A másik volt, amikor részt vettem a Kárpátok interregionális munkacsoportnak az ülésén, és ott is elmondtam, hogy ugye az a probléma, hogy nekünk tehát be van lőve egy célszám, hogy megmentsék a védett állatokat, nem mi a célszám fölött vagyunk, tehát az összes EU-s pénz, minden lehetőség a célszám alatti országba megy dögivel, mi akik túlhaladtunk és óriási konfliktusok vannak, ott oda nem jönnek ezek a támogatások, ezeket meg kell változtatni. Illetve jó volt, miután a miniszter úrral találkoztunk múlt pénteken, egész nap pénteken vele voltam reggeltől szombat reggel 3-ig, ő vírusos, na remélem, hogy jól van, minden rendben van, én is jól vagyok, nem kellett ugye kontakt személyként elvonuljak, ellenben vele is sokat beszéltünk a medve kérdésről, és most pénteken sikerült beszélni a Környezetvédelmi Minisztérium szakembereivel is. Úgy néz ki végre valahára, hogy sikerül egy pályázatot elindítsunk, amire csak a kormány pályázhat medve kérdésben, de Hargita megyét bevették majd nehezen a sok cirkuszunk után, és abban lesznek források, pénzek, úgyhogy ilyen szempontból a medve kérdéssel dolgozunk, nem adtuk fel, és igen, ezért is december 6-án el kell menni szavazni, mert a medve kérdés megint egy olyan dolog, bárki bármit mond, nem lett rendezve. Tehát azok a jogszabályi változtatások, amik voltak, segítettek, de egy, nincsenek érvényben lépnek, kettő, nem, még további korrekcióra szorultak. Tehát én hiszem azt, hogy a parlamenti képviselők, szenátoraink, főleg, hogyha működik Hargita megyében, a nagyvadas munkacsoport szakértőkkel, kutatókkal, erdő, terület tulajdonosokkal, vadgazdákkal, akkor érdemes kikérni a véleményünket, és igen, a következő parlamenti ciklusban elvárjuk, hogyha valaki medvekérdéssel foglalkozik, akkor kérje ki azoknak a véleményét, akik ezzel nagyon sokat, sok órát foglalkoznak, sok pénzt költenek el, és leginkább ki vannak téve, hogy sajnos nagyon sok helyi információt kapjanak. És igen, a héten voltam Siménfalván, Nagy János polgármesternek gratulálok, Siménfalva község 14 falujának ilyen polgármestere van. Jött egy jó ötlettel,
ezt ki fogjuk bővíteni, hogy az idős, magukra hagyott emberek számára a mosatás. Igen, ha belegondolunk, de tényleg, akinek az ujjai, az ízületei, minden tönkre van menve, nincs szuper high-tech mosógépje, szárítógépje, nem tudom milyen vasalója, azokkal az időseknek, akinek nincsen, a gyerekei valahol távol vannak, ki gondoskodik, hogy legyen kimosva az ágynemű, a ruha, kivasalva, stb. Úgyhogy egy ilyen programot fogunk indítani. Nagy János és csapatának gratulálok. Együtt voltunk Antal Lóránc szenátorral, Biró Barna alelnök urral is, a megyénk prefektusa is elkísért. A héten megint csak a fiatalokkal is sikerült foglalkozni Brüsszelben. Elfogadták a készségek, képzések, átképzések, ráképzések ügyében a jelentés tervezetemet a szakbizottság, a régiók bizottságából, és dolgozunk tovább. Ugye önöknek azt mondtam 3B, Bukarest, Budapest, Brüsszel, mind a három szempontjából megyünk előre, és Brüsszel tekintetében azt tudom mondani, hogy ez a jelentés várhatóan a elkövetkező Erasmus programok, illetve a többi kiírásnál fog jelenteni hozzáadott értéket, pénzt. És igen, a héten Hajdú Gábor parlamenti képviselőjelöltel és Táncos Barna szenátorjelöltel átadtunk 4 hidat adtunk át a gyímesekben. Öröm számomra, mintegy 1 millió euróba került, és az árvízvédelem a gyímesekben mindig egy nagy probléma volt, és ezen dolgozunk erősen. Ehhez is kell a bukaresti segítség, mert a 86 milliós útunk, amelyik majd el fog menni szinte egész a Békásszoros aljáig, ahhoz szükség van a bukaresti forrásokra is, mert lassan a miénkek fogynak el. Úgyhogy a hidegség bükhavas lakói számára. És hát persze volt tanácsülésünk, Bélborba tartottuk, mert ott vannak a régi katonai laktanyák, tehát pont úgy, mint Tölgyesen, vagy Úzvölgyében, vagy akár Gyímes Felsőlokon, tehát olyan katonai laktanyákban van a speciális iskolánk és az elhelyező központ, amelyeket meg kell védeni, 2 millió eurót fogunk rá pályázni, erről döntöttünk, illetve döntöttünk, hogy Csíkszereda a Metropolis szövezetét létrehozzuk együtt a várossal, és ezzel hozunk el uniós pénzt. Ilyen az együttműködés Csíkszereda városával, hajrá Korodi Attila és csapata, és dolgozunk együtt, hogy a kórház, az EU-s pénzek, a közlekedés, a szakoktatás, igen, adtunk támogatást, Vencel József szakközépiskola, emlékeznek, augusztusban voltunk ott, és most már indítjuk a beruházásokat, fejlesztéseket. Még sok minden történt a héten, de fogy az időm, ezért azt tudom elmondani, hogy a legnagyobb kihívás a héten az volt, és örvendek, hogy tegnap sikerült véglegesíteni, ide majd beteszem kommentbe, írtozatosan kemény szakmai munkát végzett a megyei tanácsnak az elemző részlege, és a megyei tanácsnak a programok igazgatósága együttműködésben Ferenc Salakon Alpár által vezetett Apáczai Csere János pedagógusok házával és a tanfelelősséggel. Tehát ebben a hármasban dolgoztunk, mert az online oktatás megöli a lehetőségeket. A gyerekeink számát lassan tényleg mindjárt zombik lesznek, hogy egész nap a telefon és a laptop előtt, és olyan körülmények között, hogy folyamatosan csökken lefelé a szám, és igazából nem nagyobb baj, mondjuk nem is itt nálunk van, például nálam, mert látják itt a lányaim, el tudnak ebbe a szobába lenni ketten, hanem azokon a helyeken például Rácz Árpád igazgató úr becsatlakozott a sajtótájékoztatóra, ami tegnap volt pénteken, és elmondta. Például a gyímesekben a legtöbb ház két osztatú, két szobás. Egyik a szép szoba, amit nagyon rendkívüli alkalmakkor, vagy inkább soha, vagy ritkán használják, és a másik szoba, ahol zajlik az élet. Na képzeljék el, 2-3, akár 4 gyerek, hogy tanul ottan. Egy, hogy van-e eszköz, kettő, hogy ott még lehet, hogy kisebb gyerek van, vagy nagyobb, főzni kell, mozogni kell, ezt kell csinálni, azt kell. És mindenféleképpen kimutattuk egy nagyon vastagos anyagban, hogy mennyire kártékony az online oktatás ebben a formában, amikor a pedagógusok nincsenek felkészítve erre, eszközöket nem kaptak, majd nézzék meg a felmérésünket is erre vonatkozólag, vagy ha kaptak, úgy, mint Gyímesben Rácz Árpád kollégámnál, hogy Orange tabletteket küldött neki a kormány, miközben ott nincsen Orange jel. Tehát köszönjük szépen! Úgyhogy a tabletek ott ülnek a fiókba, hát mit lehet vele csinálni, játszani, vagy azon kívül mit lehetne csinálni. Hisz ugye még USB bemenete sincs ezeknek a tableteknek, hogy akkor USB-n felmásolni mindent, és akkor úgy. Tehát kegyetlen, ahogy történik az egész, és mi ezért
Elég hosszú indoklás van, most nem mondom el, de amit tettünk, letettük a megyei sürgősségi esetek bizottságához, hogy a korábbi 40-es határozatot módosítsuk, úgyhogy ahol zöld, ott lehessen az oktatást rendesen megtartani. És ugyanezt letesztük a minisztérium felé is, az oktatási rendelkezés szempontjából. Ha nem fogadják el, akkor pedig megyünk bírósághoz. Kész. A türelem elfogyott, hülyéskedni tovább nem lehet, sem a pedagógusokkal, sem a gyerekekkel, sem a szülőkkel. Tehát ez egy áldatlan, és ilyen izom. Tehát ha valamiért el kell menni Bukarestbe szavazni, tehát el kell menni Bukarestbe is, ehhez le kell adjuk a voksunkat. Például ez, amit csinálnak az online oktatással. Azt kell lássák, hogy az online oktatás tekintetében hihetetlenül rossz döntéseket hoztak meg. Egy dolgot tudunk mi tenni Bukarestben, amikor nem tudunk esetleg hozni el pénzt, forrás, törvényt, intézkedést, akadályozzuk meg. És ilyen szempontból a december 6-ai jövő hétvégi választás nagyon fontos. Másképpen ma szombaton voltam Csíkszentsimonban, Kozma István polgármester úrral végigjártunk, a főút mellett elég sok házat. Egyetlen hely sem volt, ahol valaki azt mondta volna, hogy jaj, fúj, nem menjünk el, menjetek ki, nem érdekel. Nem igaz. Tehát az emberek többségének, én a kampányt tisztességesen, becsülettel csinálom a csapatommal itt, és köszönöm a csapatomnak, hogy milyen sikeresen tudunk kampányolni, és milyen eredményesen tudunk eljutni a lakosokhoz, biztonságot betartva, de az üzenetet eljuttatva. És persze ebben ők is tudnak segíteni, úgyhogy megkérem szépen, hogy osszák meg ezt a videót, mert minél több ember, aki kételkedik, hogy miért kellene elmenni a szavazni, hát ha ma elmondtam legalább 15 érvet, hogy miért kell elmenni, ha csak azok miatt, azok közül is kap egyet, ami önt, családját, gyerekeit érinti, akkor hiszem azt, hogy ön biztosra el fog menni szavazni, mert egy erős képviseletünkre van szükség. És igen, én nagyon örventem, amikor a héten láttam, Navracsics Tibor volt EU-s biztos, tehát a magyar kormány ott van mellettünk. Ugye most ment ki Kelemen Hunor Orbán Viktornak a közös levele, a mozgósítása. Tehát mondtam, Bukarest, Budapest, Brüsszel. Tehát ilyen szempontból jó irányba haladunk. És zárásként, amiről szeretnék még beszélni, az a jövő hét. Nagyon sok minden fog történni a jövő héten, ha bár igaz, hogy hétfő szabad, kett szabad. Hát én hétfőn Felsődokra fogok menni búcsúra, de azon kívül Csíkszentgyörgy, illetve lássuk a többi településeket, hogy hol kell a kampányban részt vegyek, és együtt fogunk gondolkozni. Ugye ez van kedden is, tehát én kedden, és hétfőn pedig lesz a Székely hadosztályról délután 3-kor a Fodorkertnél egy megemlékezés, és 1-én, december 1-én, hát ahogy szokták mondani, kampánnyal fogom ünnepelni a napot, tehát ott több helyen, több településen, Csíkban fogunk találkozni és egyeztetni, beszélgetni. Szerdán pedig nagy nap lesz, átadjuk a megyediat, igaz el lett tolva a megye hétről, de most már menjünk ki az évből is. Úgy döntöttünk, hogy mivel Székudvarhely most már nem piros, hanem sárga, meg lehet tartani a beltéri rendezvényt, és átadjuk az ezévi megyediasunknak, nem árulom el ki, egy jelentős pénzdíjat, illetve azt az arany pecsétgyűrűt benne a megye címerével, és köszönettel a munkásságáért. De ugyancsak, ahogy mondtam az előbb szerda reggel, hát valószínűleg nem lesznek kellemesek azok a percek, pillanatok, de én állok elébe, örökké álltam elébe, akkor is, hogyha nem népszerű az, amit el kell mondjak. Tehát találkozunk Kányád községben, és be is fogok jelentkezni, hogyha lesz jel. Illetve lesz egy jó dolog is, a Décsfalvi hidat adjuk át. Fú, ezt mennyire várom. És ugyancsak aznap Korondon játszótér, illetve Székelykeresztúron Unitárius Egyház. A csütörtök az csíki nap lesz, és Csíkban lesz több rendezvényünk, programunk. Meghívtam a parlamenti képviselőjelölteket, hogy mutassuk be a megye fejlesztési tervét, és egyféle munícióként, kérésként, felkérésként, hogy merre és hogyan kívánjuk a megyét húzni a bukaresti munkájukban december 7-től arrafelé, hol tudják ők ezt segíteni, közreműködni. És hát persze a kérdőink azok mennek továbbra is, aki még nem töltötte ki, azok töltsék ki, és mindannyiunknak egy nagyon tartalmas, eredményes hetet kívánok, és mindenkinek, aki most itt alul írt kérdést, megjegyzést, ígérem, hogy
12 órán belül részletesen fogok válaszolni, ki fogom egészíteni, és nagyon szépen köszönöm a megértést, nagyon köszönöm, hogy követték, és kérem, hogy osszák meg.